Soha nem felejtem el azt a reggelt, amikor a repülőtérre indultam. A cég engem jelölt ki egy észak-skandináv telep irányítására. Éreztem, hogy ez az utazás egy csodálatosnak ígérkező kaland előjátéka. Egy kalandé, amelyről ma már nem tudom, átéltem-e, vagy csak álmodtam. Bemutatjuk Marina Vladi, Kútvölgyi Erzsébet, Nicole Courcelle, Dalos Szilvia, és Maurice René, Kovács István főszereplésével a Boszorkány című filmet. Rendezte André Michel. A forgatókönyvet Kuprin novellájából Jacques Companez írta. Magyar hangok. Mécs Károly, Fillár István, Kránitz Lajos, Cigány Judit. Képezte Marcel Grignon. Zene Norbert Glanzberg. Magyar szöveg G. Szalai Anna. Hangmérnök Császár Miklós. Szinkronrendező Csákány Márta. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Pannonia Filmstúdióban készült 1974-ben. Ön Brüllár úr? Jó napot. Laurent Brüllár. Madame Lundgren küldte értem? Igen, Madame Lundgren. Maga nem francia? Nem érti, amit mondok? Keveset. Brüllár úr? Örülök, hogy megérkezett. Üdvözlöm. Kerüljön beljebb, megmutatom a házat. Vigyázzon a fejére, nehogy beüsse. Adja ide a kabátját. Mindjárt megnézem, nem mente még el a mérnök úr. Szerencsére éppen itt van. Amint látom, cégünk már csecsemőket alkalmaz mérnöknek, Kama. Örvendek. Laurent Brüllár. Fáradjon be. Amikor a cégnél felmerült, hogy kikerüljön a maga helyére, kezem-lábam törtem, hogy én legyek az. Éjjel-nappal a főnök körül lepzseltem. A nagy éjszak vonzása. Majd kigyógyul belőle. Meg lehet. De most még minden szép. Az emberek, a táj. Már is jól érzem magam.
Adja már ide az oknikat, kérem. Ja, tessék. Köszönöm. Mit is mondott? Semmit. Most mindjárt indul? Előbb mindent megmutatok. Aha. Gondolom, a szobám megfelel majd magának. Hogyne, hogyne. Ha véletlenül mégsem tetszene annyira, akkor sem találna másikat. Ez tökéletesen megfelel. Ez komfortos, se víz, se gáz, se villany. Mindezek helyett majd a lelkész kárpótolja az esti sakkpartikkal. Remélem, tud sakkozni. Nem. Az baj. A házigazda kedvéért jobb lesz, ha megtanul. Szabad! Mit hoztál? Az ön ingeit, mérnök úr. Köszönöm. Mondd, hol van a papád? A papa az udvaron van. Szaladj utána, mi is mindjárt megyünk. Bravo. Látom, jól megérteti magát. Én nem boldoglok a svédekkel. A szótár nem segít. Hmm. A lelkész ismeri a nyelvünket. A munkánál meg úgy sincs szükség beszédre. És mi van még? Semmi az égvilágon. Hekmanson úr! Tiszteletes úr! Megérkezett az új bérlője. Isten hozta, uram, Isten hozta. Szegény emberek vagyunk, de ami a miénk, a magáé is, uram. Köszönöm. Igazán nagyon kedves. Majd este folytatják, gyerünk. Még sok dolgunk van, és nem akarom lekésni a hajót. A falu szépeinek mintapéldánya. Ez még az egyik legszebb. Igen. Az a bisztró. Ne keresse, mert nincs. Mint ahogy nincs pékhús és fűszerbolt sem. De posta az van. Természetesen postás nélkül. Mondja, a tulajdonos, hogy is hívják? Lundgrenné. Mindjárt bemutatom. Milyen ember? Furcsa nő. Képzelje, 18 hónapja vagyok itt, és egyszer nem jutott eszébe, hogy meghívjon vacsorára. Egyszer sem. Meglepő, mi? Ez a vallatóház. Minden szombaton itt fogják vallatóra, hogy állnak a munkák. Ő a tulaj, az a férfi, aki pedig vele. Őt már ismerem, a Kocsisa, nem? Pullinen a neve, ő a birtok intézője. Menjenek az irodámba, Kamoen úr. Megyek én is mindjárt. Ahogy óhajtja. Fáradjanak be. A férje 4 éve meghalt. Azóta egyedül él a kisfiával. Miért éppen egy francia cégre bízta a munkák elvégzését, ez talány? Magunkhoz szólva, egy itteni mérnök is tud annyit, mint én. De bizonyára egyikük se olyan jókedélyű, mint maga. Majd meglátjuk, mi marad a maga jókedélyéből. Engedje meg, hogy bemutassam Brülár urat. Ő lesz az új mérnök. Nagyon fiatal. De a képességei igazán kiválóak. Majd elválik. Nem is ismer. Ugyan már, barátom. Ezen a helyen úgysem hall több dicséretet, ne féljen. Pedig cégünk a legjobb mérnököket küldi. Szeretném, ide. Ha a hölgyet biztosítaná az igyekezetemről. Rendben lesz, maga nem néz ki tuskónak. Micsoda? Milyen jogon becsmérel? Igazán rászolgált, nem gondolja? Dehogy nem. Örülök, hogy ilyen kellemes légkörben búcsúzunk. Hogy a légkör ilyenné vált, erről azt hiszem elsősorban maga tehet, mérnök úr. De ezentúl én is jobban vigyázok. Igyekszem majd, hogy a kedvében járjak, és ez nem is esik nehezemre. Brülár úr, a munkások már várják, ha nem tévedek, velük kell beszélgetnie. Kamoen úr! Asszonyom. Sajnálom, hogy elutazik. Köszönöm, fájdalmában én is osztozom. Így legalább nem egyedül sírok. A piszok. A víziutak elkészülnek, könnyebb lesz a faúztatás. Így a teljesítmény 60%-kal növekedhet. Most hol tartanak a munkában? 4 kilométert haladtunk előre. Mellesleg mindjárt meglátja, hogy hogy állunk. Ha jól látom, a gyaloglás itt nemzeti sport. Á, itt van Matti. Ő a telepvezetője. Valaha légiós volt. Jó napot. Jó napot, Matti. Az új mérnök. Ő lesz az utódom. Maga elmegy? Szerencsére igen. Vissza Párizsba. És miért? Miért? Mert elegem van. Most már érted? Nem, érted? Értem, még mindig nem értem. Unom ezt a helyet, elegem van mindenből. Na, megérted végre? Kamen, hagyja abba. Bocsánat. Lundgrennének igaza van. Nem tudtam megszerettetni magam. Kívánom, hogy legyen ügyesebb, mint én. Nem hiszem, hogy ez ügyesség kérdése. Igen, tudom. Meg kell tenni az első lépést. Kezdetben én is így gondoltam. Végül is maga még megteheti, a kedve tartja. Sok szerencsét.
Nem értem. Matti. Mit akarsz? Gyere ide. Innen indulunk. Hm? Igen. És ez a cél. Mire való ez a kerülő, ha mehetünk egyenesen is? Az lehetetlen. Miért lenne lehetetlen? Trollsten. Ha? Ez meg mit jelent? Azt jelenti kő. Most sem értem. Na gyere. Itt van. Ez a Trollsten. Jó, és aztán? Nem lehet áttörni. Miért ne lehetne? Dinamittal, és az egész bum! Nem, nincs bum. Ennél a kőnél nincs bum. Na gyere velem! Majd pihenő után. Ebédszünet! Matti! Egyek, kapitány! Matti! Igen? Na, itt mi? És itt ugyanúgy. Nem, nem, nem. Miért ne lehetne? Mondom, hogy ez a Trollsten. Kezdesz fárasztani a Trollsteneddel. Mi újság, Brülár úr? Minden rendben? Igen, asszonyom. Egy dolgot kivéve. És pedig? Itt egy 700 méteres kitérőt teszünk. Kérdem én, hová tette Kamoyan a szemét, hogy nem vette észre? Arra gondolt. A Trollstenre, tudom én jól. Ha meg úgyis tudja, minek kérdezi. Mert azt nem tudom, hogy mi is az. 150 évvel ezelőtt egy este az öreg Johan bácsit üldözőbe vették a trollok. Ezek, mint valószínűleg maga is tudja, az erdőben élő láthatatlan gonosz és ravasz lidércek. De az öreg Johan bácsi még náluk is ravaszabb volt. Szépen elrejtőzött a szikla mögé, és rájuk döntötte. A trollok azóta is a sziklában raboskodnak. Á, értem. Nézze, én nem akarom az itteni hagyományokat megsérteni, de az ön érdekeit kell képviselnem. Ezek a lidércek egy vagyonba kerülnek. Tehát mi a döntése? Ez esetben a döntést magára bízom. Nem baj, ha a lidércek utánom futnak, én vagyok a gyorsabb. Matti, a dinamitot! Hívd az embereket, sziklát robbantunk. Menjetek a kompresszorhoz. A légkalapácsot gyorsan. Vége az ebédszünetnek. Mindenki a helyére. Emberek, felrobbantjuk a Trollstent. Jó. Akkor egyedül csinálom. Asszonyom, álljon arrébb, itt nincs biztonságban. Matti! Igen? A törmelék! Hordjátok el a törmeléket! Brülár úr, holnap este várom vacsorára. Látod, öregem, ez erősebb, mint a lidércek. És azután? Amikor 20 évvel ezelőtt ide érkeztem, nem volt dinamitom. Nem, csupán a Bibliám. Éppen ez az.
A Biblia nem azt mondja, hogy a hit képes hegyeket is elmozdítani? Könnyebb hegyeket elmozdítani, mint az emberek gondolkozásán változtatni. A feleségem mindig falun élt. Itt házasodtunk össze. Hosszú éveket kellett végig küzdenem, míg végre kiűzhettem a fejéből azt a rengeteg butaságot. Hát akkor hány év kell a többiekre? Na igen. Nyomorult alakok ezek mindannyian, mert mindig fáznak, éheznek, mert nyomorognak. Hogy is lehetne ebből a földből bármit is nyerni kavicson kívül? Mind úgy tesz, mint a hinne a szellemekben. Ez az egyetlen vigazuk. Csak úgy tesz? És ez? És ez? És ez? Nesztek! Azt hiszik, így előzik a szellemeket. Maga ezt nem tudta, igaz? Ők bezzeg tudják! A pokolba kerültök! Mind a pokolba kerültök! Ered nekek! Mind elkárhoztok! Az eszkimókhoz kellett volna misszionáriusnak szegődnöm. Jöjjön, menjünk be, vár bennünket a saktába. Azért is kellemes esténk lesz. És még szelleműzdésre se lesz gond. Gertrude! Gertrude! Hogy merészelted az én házamra, a lelkész házára felaggatni? Te szerencsétlen! Nem szégyelled magad! Egészségünkre. Egészségünkre. Olyan beteg volt a szerencsétlen. Olyan beteg, hogy mindenki azt hitte, üsdob van a gyomra helyén. És hogyan végződött? Hát a boszorkánynál, mint rendesen. Maguknál boszorkány is van? Nálunk minden olyat megtalál, amitől a hajaszála égnek állhat. Ez egy nagyon öreg asszony, Majlának hívják. Az erdőben él. A parasztok félnek tőle, de azért titokban fölkeresik. Az az ördög lánya. Azt mesélik, egyszer az ördög eljött a faluba, és feleségül vett egy falusi lányt. Az már régen volt. Nagyon régen. Manapság az ördög már nem házasodik. Több esze van annál. Nem értem, amit mondasz. Ismételd meg, kérlek. Nem is érdekes semmi. Az ifjú párnak lánya született. A szóban forgó boszorkány nagyanyja. Nem szép, valahogy így néz ki. Így nem szabad senkiről beszélni. Nem tudom, hogyan kell másképp beszélni. Kis hazudós. Engem nem zavar. Már megszoktam, hogy... Jaj, bocsánat. Nem történt semmi. Kérlek, ne így áll többet. Átmegyünk kávézni. Igen. Alig tudok mozogni, annyit ettem. Na, gyere. Az Istenre kérlek, ne így áll többet. Jól van, nyugodj meg. Nagyon kérlek. Te zongorázol? Mit képzelsz? Nem vagyok én lány. Hát akkor ki? A mamád? Ő nagyon szépen játszik. Tessék a kávé. Köszönöm, nagyon kedves. Menj, fiam. Mondhatok valamit? Igen. A pohárral kapcsolatban, amit az előbb levertem. Felejts el, nem érdekes. De nagyon is az. Ennek a balesetnek köszönhetek egy csodás felismerést. És pedig? Rájöttem, hogy magának lába is van. Valódi lába. Ugyanis eddig még csak csizmában láttam. Mielőtt megharagszik, hozzáteszem, hogy gyönyörű lába van. Most pedig tegyen a helyemre. Diszkréten, de erélyesen. A helyére? Maga már az előbb kiválasztotta a helyét az asztal alatt, mint egy kutya. A csizmát levette, de az ostort megtartotta. Remélem, nem zavarok. Miről beszélgetnek? A lovaglásról. Brülár úr kiváló művelője. De hisz ez pompás. Igen. Én is lovagoltam valaha. Nézzen rám! A kávé igazán nagyon fontos. Már el sem tudja képzelni, hogy én is lóra ültem valaha. Pedig megtettem. Sajnos nagyon sokat iszik, nem tehetek semmit ellene. De hát mondja meg nekem. Makacs mindegy. Hiába zárom el az italt, szerezhetem másik. Múltkor is kérlek. Nem értenek ezek semmit a jó szóba. Őj rajtunk, uram! Bocsásd meg vétkeinket, miként mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Gyere, gyere, mindjárt otthon leszünk. Már nincs messze a házuk, jöjjön csak. Engedjen már el. Egyedül akarok lenni. Ugyan, hagyjanak végre végre. Jöjjön már szépen. Szégyelhetnéd magad. Azt mondtam, hagyjon. Kapitányom. Jó napot, Matti. A lelkész szépen tántorog, mi? Vasárnap is, de az egész falu tántorog. Kivéve engem. Hoppá.
mondom, ne így csináld, ne feszítsd a csuklód, lazábban. Nem. Neki a baj, elriasztod a halakat. Te már úgy is elriasztottad őket. Akkor meg minek ácsorgunk itt? Jaj, beakadt a horgom. Szerintem ezek a halak megdöglöttek. A nevetéstől. Erik! Nem írtad meg a leckédet. Majd megírom később. Vedd fel a csizmád, elmegyünk. A csapdákhoz indulunk. Csapdákhoz? Igen, együtt állítottuk fel, együtt is nézzük meg a zsákmányt. Sajnos egyedül kell menni el, uram. Indulj. Minden percét magával tölti. Egyrészt untatja szó magát. Szó sincs róla. Másrészt nincs ideje tanulni. De hát szünidő van. Attól még vannak feladatai. Előbb a munka, azután a játék. Mondja, tényleg Erikért jött el egészen idáig? Igen. Miért? Mert nyugodtan elküldhette volna érte a szolgálót is. Igaza van. Ez csak ürügy volt. Hogy megnézze, miért nem vagyok a telepen, igaz? Ki beszél a telepről? Nem azért jött? Hát akkor miért? Talán azért, hogy lássa egész egyszerűen. Látni akartam, hogy horgászik. Itt alig van alkalom a szórakozásra. Úgyhogy ez a látvány igazán megérte a fáradozásomat. Gyere, mász fel, indulunk! Matti! Matti! Gyerünk a csapdákhoz! Na, ezt tönkretették. Mit mondasz? Nézd csak ide. Valaki idejött és a csapdát összecsapta. A szarvas járt itt, aztán odébb állt. Milyen fickó vagy te, Matti, hogy még a szarvasok is megtréfálnak. Hidd el, szándékosan összecsapták. Keressük meg a többit. Az erdő szélén is van egy, azt te nézd meg, az erdőbe én megyek. Nagyon vigyázz, mert ha eltévedsz, elnyel az erdő. Csak ne neves. Komolyan beszélek. Jó, rendben van. Negyed óra múlva itt találkozunk. Jó. Oh!
mérnök itt van? Ne? Nincs, miért? Mit parancsol? Matti üzeni, hogy a mérnök úr eltűnt az erdőben. Eltévedt? Igen. Kapitány! Segítség! Hívjunk még embereket. Ne vesztegessük az időt, minden perc szám. Velünk jön, tiszteletes úr. Igen, most mindenkire szükség van. Indulunk, kötelet is hozzatok. Jöjjenek utána. Ne húzzátok már az időt. Mama, várj, én is megyek. Nem, menj vissza szépen. Itt váljunk el, maguk arra menjenek. Jöjjenek utána.
Tehát te vagy Majla. A boszorkány. Az meg mi? Mondd. Miért érdekel téged? Itt ki. Minek mentetted volna meg az életemet, ha most megmérgeznél? Áj, de rossz. Menj el innen. Megyek, nagymama, csak kísérjél az útig, mert különben megint eltévedek. Azonnal indulj! Mit keres ez itt? Elsüllyedt a mocsárban. Ismerem, üldözött engem. Üldözött téged? Miért üldözött volna? Tönkretettem a csapdáit. Érdekes beszélgetés, de én inkább hazamennék. Úgyhogy megkérlek, remélem nem kezded újból. Na. Stoll Gordon. Én. Itt. Stoll Gordon. Na. Gyere. Gyere. Köszönöm. Erre vagy arra? Nem gondolod, hogy jobb lenne, ha egymás mellett mennénk? Na jó. Gyere! Tehát itt válunk el egymástól. Na várj! Tessék! Ez a tiéd. Miért? Mondd csak! Mi a neved? A neved? Ina. Ina. Gyertek utána! Erre lehet! Hé, várj! Erre kell lennie! Biztosabban, gyorsabban! Arra látszik! Siessetek már! Gyertek! Na gyerünk már! Drága kapitányom! Matti! Igen, gyere ide, te hő! Kapitányom! Mindig tudtam, hogy kemény dió nőtt a fejed. Okos helyén. Vagy, elsüllyedtem a mocsárban. Igen. Már egészen idáig ért, még 5 perc is megfulladok. Hogy jutottál ki? Rögtön elmondom, csak várd meg, amíg összeszídnak. Na menj csak! Emberek! Gyülekező! Megérdemlem, amit most kapok. Hol van? Hol lehet? A legszebbet még nem is tudja mi Loránunk. Miközben magát kerestem, majdnem én tévedtem el. Amikor utoljára láttam, 8 éves volt. Mármint kislány is nagyon vadóc volt, kis vadállat. Finn módszerrel dolgozom. Azért vigyázzon. Nagyon erősen, de gyorsan. Egy-kettő. Á, itt a hőnóhajtott grog. Svéd grog. Egészségére, Vájé. Köszönöm szépen. Kérem. Nagyon jó, majd meglátja. És aztán folytassa. Ő még egész kicsi volt, mikor a mamája meghalt. A nagymamája nevelte fel. Mondtam az öreg asszonynak. Legalább adja iskolába a kislányt. Nem tarthatja örökké tudatlanságban. Azt válaszolta. Én is meg tudom tanítani arra, amit az iskolában tanulhat. Sőt, arra is, amit ott nem tanítanak, igen. Mire gondolt? Honnan tudhatnám? Talán a buta varázslatokra. Az ócska fogásokra, amik csak az ostobákat kápráztatják el. És azután? Azután? Forduljon meg. Mit akar még tudni? Így nőtt fel. Erkölcsi normák, nevelési elvek, Isten nélkül. Értem. És nem csak Isten nélkül, hanem az ördöggel együtt. Az ördöggel. Mondja meg nekem, akad még valaki, aki hisz ennek a buta históriának?
Ha kételkedik, kérdezze meg bármelyik parasztot. Mindazt válaszolja majd, hogy azok ketten az ördög lányai. És ők ketten ugyanazt vallják? Természetesen. Szilárdabban, mint bárki. Szegény gyerek. Sütöttél kenyeret? Dehogy. Nincs több lisztünk. Nem baj, ne búsulj. Az erdőbe mégy? Igen. Mindenképpen el akart búcsúzni magától még egyszer. Ez igazán kedves. Nos, sajnálod, hogy vége a szünetnek? Mindig olyan gyorsan eltelik. Ha valamire szüksége lenne, mi alatt nem vagyok itt. Hogyhogy? Maga is elutazik? Igen. Őt kísérem el Stockholmba. Atti, kezdődik a suli, most indulok. De szép ruhád van, ilyet csak nagy fiúk hordhatnak, igaz? A szakértők ügyében, ha szüksége van rájuk, beszéljen az intézőmmel. Vagy talán még jobban tenni, ha maga menne be Fallonba a munkaközvetítőbe, végül is magára. Miért hízott. Utazik el, Krisztina? Annyira nem illik magához. Micsoda? Ez a zavart viselkedés, hisz okos és magabiztos asszony. Szeretnék újra ilyenné válni, és ehhez szükségem van a távollétre. Legalábbis egy bizonyos ideig. Nem tudom, ezt hogy kell értenem. Pontosan úgy, ahogy mondom. Gyere! Hol van a kolbász? Otto, nem tudod, hová tűnhetett? Nem én. Nem? Mit képzelsz rólam? Oszkár, talán te sortad el? Nem. Rajtam ne keresd. Biztosan otthon hagytad. Fenét hagytam otthon. Ilzen, te se tudsz róla semmit? Nem szorulok a te kajádra. Ki lehetett az a piszok, aki elcsente? Ha elkapom, bízisten, megszorongatom. Karácsonykor hazajövök, még itt leszel? Az attól függ. Mitől függ? Kellemes utat és hazatérést.
Attól függ, hogy hogy tanulsz majd és hogy viselkedsz. Nagyon fogsz nekem hiányozni, mert te vagy a legjobb barátom. Vége a pihenőnek. Munkára. Induljatok! Kezdjetek munkához! Jól van, Pullinen, hazamehet. Ha valami probléma lesz, kihez fordulhatok? Keresse meg a mérnök urat. Nevetésre nincs semmi oka. Jó utat! Viszlát! Holnap reggel a ducolást itt kezdjétek. Rendeld ide az összes munkást. Ha van valami újság, a tónál leszek meg. Amit az előbb tettél, hiba volt. Méghozzá nagy. Matti, ha azt akarod, hogy barátok legyünk, többé ne beszélj erről. Megértetted? Mattinak mindenki a barátja, kivéve a verekedő. Makacs összvér. Te beszélsz! Ez az enyém? Na gyere! Várj egy picit! Ne mozdulj! És főleg ne félj! Mégis van nyelved. Mindek neked ez a könyv, hiszen nem is tudsz olvasni. Ah, vagy igen? Na, várj csak. Olvasd csak. Itt. Na, ne rángasna. Olvasd. Na,
hajszálak. Miért így mondod? Mondd egybe, hajszálak. Ezekni hajszála. Olvasni nem, de beszélni tudsz. Csodálatos vagy. Fáj a kezem. Sajnos nem engedhetem el. Ez csapda. A javából. Engedj el, nem szököm meg. Nem futsz el, megígéred? Nem. Jó. Hol is tartottunk? Folytassuk a beszélgetést. Hajszál, megvan. Mondd meg, milyen állatot utánzok. Wow, wow, wow! Ina, emlékszel az első estére? A karom itt megsebesült. Hogyan gyógyítottad meg? Hemihé. Hemihé. Várj csak. Hemihé. A titok. Gondolhattam volna. És sok ilyen titkod van? Olyan, mint ez a titok. Igen, sok. Mutass egyet. Mindegy, hogy miért. Ajándék. Ajándék? Ja, ajándék. Mit akarsz ezzel mondani? Titok? Ajándék. Ó. Adjam neked a könyvet. Üzletet kössünk, azt javasolod? Rendben van. Csak azt mondom, előbb jöjjön a titok, és aztán neked adom a könyvet. De csak utána. Menj. Milyen kötél? Ja, értem. Hol van? Itt. Úgy érted, megbotlottam egy kötélben, ami csak a te fejecskédben van. Igen. Na várj. Kezdjük előről. Most majd vigyázok. Kétszer nem fogsz ki rajtam. Enyém a könyv. Hé, várj! Ne fuss el! Ina! És vajon meddig marad Stockholmban? Honnan tudjam, nem mondta. Még magának se? Miért mondta volna inkább nekem, mint másnak? Hogy miért? Szép birtok a Storgården. Csak a gazdaság és a fatelep legalább 1 millió koronát jövedelmez évente. Aha. És ehhez hozzájön az erdő. Mondja, tiszteletes úr. Igen? Csak nem azon fáradozik, hogy összeházasítsa Lundgrennéval. Ha mégis, nagyon meglepődne. Nézze, tiszteletes úr. Amióta magukhoz érkeztem, annyi mindent tapasztaltam, hogy semmi, érti? Semmi nem lep meg. Legyezze magát, mert megfullad. Tudom, a maga korában az ember inkább kalandra vágyik. Ő viszont más. Ő vagy mélyen beleszeret valakibe, vagy szóra sem éltatja. A maga esetében inkább az előbbiről van szó. Azt javaslom, máshol beszélgessünk erről. Valahol, ahol nincs ennyire meleg. Álmodni sem lehet jobb helyet lelkiismeretvizsgálatra. Laurent. Tiszta a lelkiismerete. Több ízben látták már magát az erdőben azzal a gyerekkel. Inával? Baj lesz ebből, Laurent. Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, az Istennek, ami az Istené, és hagyjátok meg, ami az ördögé. És ez éppen maga mondja. Figyeljen rám, fiam. Ha mi ketten nem is hiszünk babonákban, az emberek hisznek bennük. Magának nincs joga ezzel játszani. Jegyezze meg, nincs joga. Tiszteletes úr. Tessék. Legyezgesse magát. Ó, igen. Szerencsétlenséget hoz ez mindkettőnkre. Nem gondolod, hogy már épp eleget szenvedtünk? Elég volt már. Jaj, szegény fejem. Megérdemelnénk, hogy végre nyugodtan éljünk. Ne siránkozz már, nagymama, tanulok. Tudod, hogy nem volna szabad? Ha a szóból nem is, ebből majd megérted, nesze! Ne! Ha nem hiszel öreg anyádnak, legyen bátorságod, jósolj magadnak. Ne félj, ne légy gyáva, eredj ki most mindjárt a tóhoz. Teli hold van. Ne várj tovább, tudd meg ma éjjel a sorsodat.
Nem, orrod. Orrod? Igen. Szemed? Igen. Ez meg a füleid? Nem, füled. Füled? Igen. És ez a szád. Tudom. Szád. Hogy még én? Menj innen! Mi bajod? Menj már! Ina! Ina! Írtást a hegylábánál kellett volna kezdeni, nem itt. Tévedés volt. Mi az, hogy tévedés? Ki tévedett? Ezzel két teljes napot vesztettünk. Mondhatom. Rossz helyen kezdtétek az erdőírtást. A mérnök úr elégedetlen. Azt előbb is észrevehette utólag volna. Mindenkinek könnyen jár a száj. Már be! Több tiszteletet érdemel. Mi történt? Ó, semmi. Semmi. Azt parancsolom, hogy mondd el. Nézd, kapitányom, Matti... Mindenkinek a barátja, ezt már tudom. A lényeget mond. Ha képtelen vagy rájönni, kérdezd meg a boszorkányodat. Hogy értsem ez, Matti? Nem való boszorkány a mérnököz, rossz párosítás. Ők ezt tudják, és nem tűrik el. Hihetetlen. Lesz hozzájuk egy pár szavam. Akkor beszélj. Ha majd újra helyén lesz az eszed. Mostantól nem vagy főnök. Se kapitány. Semmi sem vagy. A barátod sem? Az sem. Matti! Nem hallgathatunk a végtelenségig, lásd be. Szeretnélek megkérni valamire. Egy nagy szívességre, Matti. Vezess el engem az öreg Majla kunyhójába. Valahol a mocsárnál van.
Fogd fel parancsként! Egyedül nem mehetek, megint eltévednék az erdőben. Te ezt nem értheted, de hidd el nekem, feltétlenül oda kell mennem mindenképpen. Maga. Folytassa. Hogy maga mennyire megváltozott? A városi levegő. Nem hiszem, hogy csak azt tette. Hozza a bőröngyeimet. Brülár mérnök úr nem jött elém? Ma kellett Fallonba menni a két szakértő ügyében. Úgy? Épp a hazajövetelem napján? Nem tudtam értesíteni, hogy ma jön. Hogy nem tudta? Nagyon elfoglalt mostanában. Alig találkozom vele. Nem értem, miért ennyire elfoglalt. Hát, az a helyzet, hogy... Igen? Az történt, hogy miután ön... Mivel szolgálhatok? Cipővel. Az ő méretében. Válassza ki, amelyik tetszik. Ezt. Ezt a szandált kérnénk. Nem, ezt. Na, ez jól kezdődik. Foglaljon helyet. Ide tessék. Emelje fel a lábát, kisasszony. Na, nyugodj meg, ez nem csapda, ez a lábhoz mérce. Megmérik vele, mekkora a lábad. Még senkinek nem lett tőle baja, pedig mindenki hord cipőt. Csak nem ilyet. Az egyik legcsinosabb modellünk. Örülsz neki? A szandált. Alapos sarkú? Igen. Na, ezen is túl vagyunk. Menjünk erre.
Itt maradsz, és el sem mozdulsz innen. Megígéred? Igen. Jó. Na, add csak. Na, add ide. Ne butáskodj. Tíz perc múlva visszajövök, jó? 10 perc. Na. Jó. Várj csak. A Lundgren vállalkozás mérnöke vagyok. 2 szakemberre lenne sürgősen szükségem. Igen, uram. Tessék, hölgyeim és uram, itt a friss, finom saláta. Tessék, kisasszony, valami egyebet? Nem, köszönöm. Kérem. Parancsoljon. 1/2 kilót kérem. 1/2 kilót azonnal adom. Türelmét. Mezben láthatják a hazai csapatot, a sötét mezesek, a franciák. Már meg is szólal a játékvezetői sípszó, és a nézők tapsviharral fogadják az első hazai támadást. Két embert, a legjobbakat. Gyertek gyorsan! Mi fáj? Csak nem a csuklód. Nem baj, ha fáj, kicsim. Ha nem maradsz nyugton, nem engedhetlek el. Hová megyünk? Vendéglőbe. Éhes vagyok, meg szomjas is. Te is eszel valamit? Igen. Na gyere. Nem. Nézz oda. Ezek mind kedves emberek, mind a barátaim. Na gyere már. Nem. Egészen belebújnak a tányérjukba, úgy esznek. Észre sem vesznek téged. Na gyere már. Félek. Ide hallgass. Az én türelmemnek is van határa. Tehát vagy szót fogadsz, vagy megharagszom. Értetted? Hiába. Hiába próbálsz bűvölni, én ellenállok, és a végén mégis itt teszünk. Ina. Hm? Tudod, mi vagy te? Hm. Egy rossz tréfa. Egy csokor csalán. És a legeslegrosszabb, tudod, mi a legeslegrosszabb? Hogy szeretlek. Érted, szeretlek. Én is nagyon szeretlek.
Na, edd meg a szendvicsedet. Mire jutok én veled, kicsim? Mihez kezdjek? Mondd, mi lesz velünk, mit gondolsz? Hogy érted? Na, csak hangosan gondolkodtam. Fáj? Igen, fáj. Fáj a fejem. A gondoktól. Miért? Nem érdekes, őzikém. Egyél. Loran. Hm? Értem, amit mondtál. Én is gondolkoztam. Na hát már csak ez hiányzott. Tudom a jövőmet. Mit tudsz, kisboszorkányom? Mindent. Egy napon vége lesz. Mert én meghalok. Oda néz! Ürítsük poharunkat az ifjú pár egészségére. Hideg hó, nem. Egy csak meg gyorsan. Már nincs sok időnk. Sietnünk kell. Ne menjünk még, kérlek. De igen, igen, mennünk kell, kicsikém. Még 5 óra után előttünk. Ó, már el is késtünk. Ina, figyelj, késő van. Induljunk. Ő most dühös. Kiről beszélsz? A tulajdonos nőről. Na csak. Úgy látom, mindig tartogat valamilyen meglepetést. Először is a tulajdonos nő itthon sincs. Na és ha itthon lenne? Proszi! Proszi! Oh. Proszi! Szabad egy táncra? Ugye megengedi? Kérem, kérem. Jöjjön! Na, jöjjön már! Nem eszem meg! Semmire sem megyek a hagyományos módszerekkel. Itt már csak a te boszorkányos ügyességed segíthet. Ó, köszönöm.
ellenség magától. Még ebből a kunyhóból is ki akar űzni bennünket. Nekünk nincs hova mennünk. Te valóban nagyon szép vagy. Soha nem ártottunk senki emberfiának. Soha nem loptunk el semmit, nem koldultunk, nem bántottunk senkit. Ő nem is azért jött ide. Azért jött, mert féltékeny. Fiatal még. Meg kell neki bocsájtania. Soha sem tanulta, hogyan kell hölgyekkel beszélni. Mindjárt itt lesz a tél. És akkor mihez kezdünk mi ketten? Az intézőmmel majd küldök maguknak pénzt. Egy héten belül hagyják el a kunyhót. A boszorkány! Jön a boszorkány! Siessünk! A cipőm, fájjak meg! Jó napot, Pullinen! Az asszonyom látni óhajtja. Mi újság? Azt üzeni, azonnal keresse fel. Türelmetlenül várja. Nem is tudtam, hogy már itthon van. Köszönöm. Akkor már is indulok. Tessék! Hogy sikerült az út? Kiválóan. Mi újság a terepen? Minden rendben. Elértük a 39-es magassági pontot, innen, mint ismeretes, a talajviszonyok kedvezőtlenebbek. Az a két szakértő, akik miatt el kellett utaznom. Brülár úr, hallottam egy mást, hogy viselkedett, mi alatt nem voltam itt. Nem tulajdonítok különös jelentőséget az egésznek. Csöppet sem érdekel a magánélete. Feltéve, ha nem jár olyan kihatásokkal, amelyek károsan befolyásolhatják az üzletmenetet. Irtózom még a gondolattól is, asszonyom, hogy ez valaha bekövetkezhet. Ne folytassa ilyen hangol, oram. A maga érdekében beszélek, mint barát. Ez eszembe juttatja gyerekkoromat. Bármikor megszittak, mindig az én érdekemben tették. De hát maga még gyerek, Loran. És éppen ezzel az előző hasonlattal tette helyére a dolgot. Minden gyereknek magának is szüksége van a védelemre maga ellen. És éppen ezért már intézkedtem is. És mit intézkedett? Az a lány egy héten belül elhagyja a falut. Valóban? Ez parancs? Kiutasítás? Kitoloncolás? Maga tökéletes. Gondolja meg, ilyen alapon engem is eltávolíthatna, nem? Sokkal egyszerűbb lenne. Meggondoltam. Magát sajnos szerződés köti ide. Méghozzá további 8 hónapra. Eddig nem tudtam rájönni, mi olyan vonzó magában. Most már tudom, a keménysége, ahogyan az érzelmeit leplezni próbálja, és az ügyetlenség, ahogyan ez nem sikerül. Néha az embernek nincs kedve ügyesnek lenni. Sajnálom, Krisztina. Csak ennyit mondhatok. Először játéknak indult az egész. Nem volt jelentősége. Aztán lassan életem legfontosabb részévé vált. Igen. Azt hiszem, ez a beszélgetés tovább tartott a kelleténél. Nincs csak ideje a búcsúzkodásra menjen. Nehogy valamiről lemaradjon. Maga a falu nagyságos asszonya, igaz? Aki előtt mindenkinek térdre kell borulnia. Mondok valamit, amiről megfeledkezett. Nem minden ember a maga tulajdona. Az a szegény lány, akit mindenki gyűlöl, hozzám tartozik, megértette? Tudja, mit teszek, hogy bebizonyítsam? Feleségül veszem. Igen, az egész banda szeme láttára. Vidám kis tréfa, ugye? Ezt az egészségtelen légkört csak így lehet megtisztítani. Ne feledje! Egy külföldi mérnök feleségét még maga sem utasíthatja ki. Miket beszél, Ora? Megbolondult? Ha jól tudom, a szerződésem nem tiltja a házasságkötést. A férfi
kijelölte számára. Kijelölte. Kijelölte a megfelelő helyet. Nem, megfelelő. Megfelelő. Így már jó. Érted? Igen. De hát te mindent értesz. Igen. Büszke vagyok rád. Nem sokára igazi úrinő leszel. Úrinő? Hogy magammal vihesselek, előbb át kell esnünk egy formaságon. De egyszerű az egész. Tudod, összeházasodunk. Nem érted? Na, várj. Na, itt van. Esküvő. Nem. Hogy nem? Az esküvőhöz templom kell. Én pedig templomba nem mehetek. Soha. Én nem ragaszkodnék a templomhoz. Csak hogy a mi esetünkben elengedhetetlen. Fejezzük be a beszélgetést, olvassunk. Arra kérlek, hogy légy a feleségem, Ina. Hát nem érted? A feleségem. Örökre. Lehetetlen. Lehetetlen? Miért lenne lehetetlen? Én nem vagyok olyan nő, mint a többi. Nem vagy te más, kicsikém. Csak képzeled, mert mindenki ezt mondja. Nézd, ez olyan, mint a kötél. Emlékszel arra a kötélre? Csak a fejedben volt, nem létezett. Igen, de te elestél benne. Igaz, rossz példát választottam. Na várj, megpróbálom elmagyarázni. Tegyük fel, hogy igazad van. Más vagy, mint a többiek. Az életben mindenki megváltozhat. Bármikor megváltozhat. Elhiszed? Nézz ide. Itt az árnyék. Itt meg a nap. Egyetlen lépés elegendő. Nem. Én itt maradok. Örökké, örökké. De hát miért? Te félsz. Ina, azok legendák. Te épp olyan földi lény vagy, mint bármelyik itt élő ember. Csak nem teszed tönkre az életedet babonák miatt. Kérlek, ne beszélj, ne folytasd! De igen, beszélnünk kell, legalább egyszer. Ne. Hallgass ide. Én nem vagyok alkalmas arra, hogy ezt megmagyarázzam. De hát az egyház, a templom, éppen erre való, hidd el. Főként erre való. Egy lépés. Egyetlen lépés, és többi nem kell félned. Nem. Nem mehetek, nem szabad. Miért bántasz? Miért választottál éppen engem? Választottalak? Nem én választottalak, Ina. Te ejtettél csapdába. A boszorkányos trükkjeiddel. Az ártatlanságod, a tisztaságod fogott meg engem. De hát én szeretlek. Akkor a feleségem leszel. Maga meg tudná vele értetni? Én 10 év óta egyszer sem voltam templomban. Megértetni? Mit kéne vele megértetnem? Hogy semmi rosszat nem tett. Hogy Isten a jóság, a szerelem, a... Szép dolog. Egy boszorkányba kellett beleszeretnie ahhoz, hogy újra megtalálja a hitet. Elnézést, de nem szabad elkésnem. Elmegy hozzá, ugye? Nem. Nem. Nem megyek el hozzá. És még valami. Hagyja ki Istent ebből az átkozott históriából, itt még ő sem tehet semmit. Itt csak a maga büszkesége forog kockán, semmi más. Meg akarja botránkoztatni a falut, igaz? Siegfried és a sárkány. Gyermekded játék, amiből senki nem kerül ki győztesen. Sem az a kislány, sem ezek az emberek.
Hát tényleg nem érti. Ebbe az átkozott históriába, ahogy mondta, belepusztulok. Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyekben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A 63. Zsoltár helyett dicséretet énekelünk. Mi csodálatos a föld! Lapozzák fel az énekeskönyvet a 23. oldalon. Nem szabad annyiban hagynunk, asszonyok, el kell kapni ezt a boszorkányt. Na hát, szégyet a templomunkba gyalázat. Nézzétek. Nézzétek, asszonyok, hogy riszálja magát. Na, majd megkapod a magad, te kis boszorkány. Nem tudjátok elmenni. Ezt nem uszod meg szárazon. Elmenj magad. Üzzük el, én nem eszik bajt hozzá. Ne hagyjuk annyiban. Boszorkány, te! Menj a pokolba, te boszorkány! Boszorkány! Gyertek gyorsan! Összeverjük a boszorkányt! Megkapja a magáét! Most nem menekülhet el! Istenem!
boszorkány! Meglincseljük a boszorkányt! Kapitányom! Igen. Ina, gyere gyorsan! Már is megyek. Asszonyok, hagyják abba! Azonnal hagyják abba! Szegény gyermekem. Ezt találtam. Asszonyok, ki ismered? Hol van a lány? Hová tűnt? Arrafelé futott el, megszökött. Kapitányom, arra! Hogy történhetett, tiszteletes úr? Igazán nem is tudom, borzasztó. Az asszonyok elkapták, ütni kezdték, rugdosták, és egyszer csak a földre zuhant.